töltenénk a Mikulást és a karácsonyt a gyerekekkel. Hát ez olyan volt, hogy vigyáltatok egy szlipet. Hát nem aludt el senki. Unalmasnak találja a koncert két főhőse a tradicionális ünnepi dallamokat. Úgy gondolják, egy pörgős buli jobban tetszene a Mikulásnak is, akire amúgy szintén ráférne már egy alapos ránc felvarrás. Ez volt a kerettörténete az idei Fúvós Mikulás koncertnek, amelyen Tatár Csaba karnagy alakította az egyik kamaszbőrbe bújt szájhőst. Fölteszem a kérdést, hogy gyakorlatilag miért is szórakozunk ennyit az ajándékokkal, ugye ez is gyakran fölmerül, hogy hát hiszen sokkal egyszerűbb, hogyha pénzt osztogatunk a gyerekeknek. Természetesen a koncert során ez se fog bejönni, és akkor így megyünk tovább sorba a Mikulás problémáin. Miért szánkó, amikor egy tengeralattjáró sokkal jobb lenne, és hogy a legfőbb témája még a Mikulás mellett a koncertnek a globális felmelegedés. Ugye hát pont ebből jön az, hogy olvadnak a sarkvidéki jéghegyek. A koncerten érintett témák a fúvós fiatalokat is elgondolkodtatták. Ez, hogy mi itt megpróbáljuk újítani ezt a dolgot, ez csak egy ilyen, tényleg egy ilyen jelzés a külvilágnak, teljesen függetlenül amúgy a Mikulástól, hogy hagyni is kell, meg haladni is kell. A háromszor is bemutatott műsorban közreműködtek az Eraklin Táncklub Egyesület táncosai, de az előadásról természetesen a Krampusz és a Mikulás sem hiányzott, utóbbi a modernitás jegyében még videótelefonon is bejelentkezett.